Kérünk tehát, Urunk, hogy a felújított templomba belépő híveid, fiad Jézus Krisztus által a Szent Lélekkel eltelve járuljanak hozzád. Áld meg, Urunk, ezt a felújított templomot és az emlékeztetőül állított táblát. A megyés püspök áldotta meg ünnepélyes keretek között a bácsai Szent István templomot hétfő délután. A város részben kettős ünnep volt augusztus 20-a, hiszen az államalapítás mellett a templom felszentelésének 80. évfordulójára is emlékeztek a hívek. Ünnepi mise keretében köszöntötték Magyarország születésnapját a jubiláló templomban, ahol dr. Veres András megyés püspök idézte fel és méltatta az államalapító Szent István munkásságát. A hit sokak számára ma vagy nem adatott meg, vagy eljátszották. Kell, hogy egy kicsit a hitnek a miben létéről elgondolkodjunk, ha már Szent István is ilyen fontosnak tartotta. Mindenek előtt a hívő ember nagyon jól tudja, hogy a hit az egész létünket, egész emberi mi voltunkat átjáró valóság. Nem pusztán egy intellektuális állásfoglalás, hogy Isten van, vagy éppenség az ellentetje, az ateista azt mondja, Isten nincs. Nem. A hit ennél lényegesen. Az ünnepi szentmise után a templomkertben köszöntötte a híveket Borkai Zsolt polgármester és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A polgármester beszédében kiemelte, a bácsai közösségre különösen is igaz, hogy rendkívül összetartó. Az idei év több szempontból is különleges, hiszen Szent István halálának 980. évfordulójára emlékezünk, miközben Szent Avatásának 935. évét ünnepeljük. Szent Istvánnak nem csak a magyar államot, de a keresztény hit felvételét is köszönhetjük. Ő alapozta meg a helyünket Európában, ő indította el bennünket az egy évezrede íródó, olykor keserű, olykor nagyon rögös, olykor pedig felemelő és büszkeséggel eltöltő történelmünk útján. Azon az úton, amelyről 1000 éve nem tértünk le, azon az úton, amelyen azóta is őrizzük kereszténységünket, hitünket, keresztény kultúránkat, amely egy értékteremtő kultúra. Nem kell messzire menni. 80 esztendővel ezelőtt is egy csodálatos értéket teremtett, méghozzá ezt a templomot, ahol most együtt ünnepelhetünk. A városvezető után Simon Róbert Balázs kívánta a jövőben is az eddigihez hasonló lendületet és kitartást a bácsaiaknak, majd megáldották és meg is szelték az augusztus 20-ai új kenyeret. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A bácsaiak az elmúlt 80 évben bizonyították, összetartó közösség az övék, legyen szó az itt élőkről, vagy éppen a Szent István templom keresztény közösségéről. A városrész nem véletlenül fejlődik töretlenül, hiszen azért együtt, közösen dolgozik az önkormányzat és a helybeliek.